Eddig még nem lehetett megközelíteni a karvajkeserű fiúkát, most már akkora szinte, mint szülei. A fajta levegő bajnokainak is nevezik, általában 6000 méter magasságban repülnek, de megfigyelték már őket 11000 méteren is. Ők már a szülők, az impozáns állatok a közepes termetű keselyű félékhez tartoznak. Szárnyfesztávolságú körülbelül 220-240 cm. Természetes élőhelyük Afrika trópusi vidéke, naponta akár 150 kilométert is megtesznek a szabadban, hogy táplálkozzanak. Elsődlegesen nagyobb állatok tetemét fogyasztják. Ez annak is köszönhető, hogy rendkívül jó a szaglásuk és megérzik a tetemet. Az állatparkban így már 4 tagú a karvajkeselyű család. Igazán különleges karvajkeselyű látott itt napvilágot a Nyíregyházi állatparkban. Nagyon büszkék vagyunk a szaporulatra, és nagyon régóta vártunk rá, hiszen az itt élő tenyésztfel már 20 éve él együtt, és igazából az első sikeres szaporulat az tavaly történt meg. Akkor is, mint most, 55 napnyi keltetés után jött világra az apróság. A tavalyi pici fiú, és a mostani a tollmintavétel alapján igazoltuk, hogy egy kislányról van szó, aki jelenleg 4 hónapos, és nagyságban már körülbelül akkora, mint a szülei. Ez a most született fióka testvére. Először 2007-ben sorolták be a fajta fenyegetett kategóriába, 2012-ben pedig a veszélyeztetettek közé. Természetes élőhelyükön állományuk folyamatosan csökken, 2015 óta kritikusan veszélyeztetett fajjá váltak.